Egyéni tárlatként nyílt, mégis két alkotó van jelen a Szombathelyi Képtár legújabb kiállításán, ahol Martin Ferenc Vörös Sándor Holdbéli Csónakos című művéhez készített díszlettervei kerültek a falakra. Az 1978-ban született képek 1979-ben elevenedtek meg a színházi közönség előtt nagy sikerrel. A két művész ismerettségének, barátságának és a közös alkotásnak előzménye is volt 1976-ban ugyanis a költő írt verseket Martin Ferenc grafikáihoz. Erre is láthatnak példát az érdeklődők a Vörös Sándor emlékéhez kapcsolódó kiállításon, amelyet augusztus 31-ig tekinthetnek meg a látogatók.